Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. Tudom, hogy nagyon régen nem érkeztem már nektek videóval, viszont most egy kifejezetten érdekes témával érkeztem, ugyanis ez a második része a Hello Modern Agráriummal közösen együttműködésben készülő sorozatunknak, ahol minden egyes alkalommal új karokat és szakokat hozok nektek bemutatni, hogyha a felsőoktatásban gondolkoztok, akkor lehetőleg egy kis segítséget tudjak nyújtani nektek. Még mielőtt elmondanám, hogy a mai napon hova is fogunk ellátogatni, hogyha az előző részről lemaradtatok volna, azt itt tudjátok lecsekkolni. És a mai látogatásunk helyszíne nem más lesz, mint az Élelmiszertudományi Kar. Azon is belül, ha jól emlékszem, akkor 8 tanszékre látogattunk el. Annyi információt kaptam a 2 nap alatt, amíg bejártuk ezeket a tanszékeket, hogy azt elmondani se tudom. Elképesztő mennyiségű anyagot videóztunk nektek Barbie-val. Sajnos ebből természetesen nem tudok mindent nektek megmutatni, de a legizgalmasabb dolgokat, amennyire tudtuk, összesűrítettük, és ezeket fogjátok látni ma. Csak hogy legyen egy kis elképzelésetek, hogy mire is készüljetek ma, meglátogattuk a fizika-automatika tanszéket, mikrobiológiai és biotechnológiai tanszéket, mezőgazdasági és ipari mikroorganizmusok nemzeti gyűjteményét, konzervtechnológiai tanszéket, sör- és szeszipari tanszéket, hűtő- és állati terméktechnológiai tanszéket, árukezelési, kereskedelmi és érzékszervi minősítési tanszéket, és az alkalmazott kémiai tanszéket. Minden tanszéken nagyon kedves volt egyébként mindenki. Tudom, hogy szeretnétek már látni, hogy miről szól a videó és mit mutatok nektek, de nagyon izgalmas volt. Igaz, hogy nagyon gyorsan történt minden, de nagyon örültem, hogy ha csak ennyi időre is, de betekintést nyerhettem ezekbe a tudományokba. És hogyha bármelyikőtök azon gondolkozik, hogy ezek közül, a tanszékek közül valamelyikre menjen, akkor nagyon tudom nektek ajánlani. De inkább beszéljenek helyettem a képek, és kezdjük el a videót. Megérkeztünk a fizika-automatika tanszékre. És ha megmutatták, hogy hol fogjuk felvenni a videót, és hol mutatják be nekünk a legújabb király dolgokat, úgyhogy gyertek velem, és nézzétek meg ki is. Itt is vagyunk Janival és Flórával, akik fognak nekem mesélni pár szót a tanszékről, és elmesélik a legizgalmasabb élményeiket nekünk. Én 5 éve vagyok itt lassan ezen a tanszéken, vagyis igazából én a szemelet kezdtem el a tanulmányaimat, azt éreztem a BSC-t és az MSC-t, de már az MSC-s koromban átjártam ide menni, mert egy együttműködés terapiában elkezdtünk dolgozni az alkalmikus nyelvvel, és a közelünk az ötletkúzia, valamilyen egy kis elérhetőek, és így úgy döntöttem aztán, hogy a PAD-mat is így fogom folytatni, és igazából a kutatásomban én a méheknek az eredet azonosításával foglalkozom. A többiek éppen a kis nőzetségének, és jelenleg is mélyegítik ott a bal oldalon. A patogén baktérium, a antibiotikum rezisztenciájával foglalkozom. Általában ugye ezek élelmiszer eredetű baktériumok, illetve akkor tetszett meg ez a téma, amikor alapképzésen hallottam egy előadást az antibiotikum rezisztenciára, annak a súlyos következményeira. Amit most mutatnék, az egy egyszerű átoltás, hogy hogyan tenyésztik laboratóriumi körülmények között ezeket a baktériumokat. Akkor átoltjuk steril tápakarokra a baktériumokat, és ezeket fogjuk inkubálni 24 órán át, és akkor kapunk ilyen szép tiszta teleteket. Itt vagyunk Dórival, aki el fogja mondani nekünk, hogy ez az itt, az pontosan hol is van, és mivel foglalkozik. Mi a konzervtechnológiai tanszék laborjában vagyunk, mint ahogy nevéből is tűnik, ugye technológiai tanszék vagyunk, főképp ugye zöldség-gyümölcs feldolgozási technológiákat végzünk el, és ezt követően pedig monitorozzuk, hogy mi is történik a termékkel a különböző technológiák során. És akkor itt például lehet látni egy szárítmányt, ez egy szőlőszárítmány,
ami különleges, hiszen lehet látni, hogy a szőlőszemek szinte visszadúzzadtak eredeti méretükre. Ez a mikrohullámú vákumszárítás eredményeként valósult meg, és hogyha ezeket megkóstoljuk, akkor közben érezzük is, hogy meglehetősen aromadúsak ezek a termékek, mivel egy kíméletes szárítási technológia zajlott az esetükben, és ezért ugye az illékony komponensek kevésbé távoztak el a rendszerből, ami ugye nyilván alacsonyabb hőmérsékleti szárítást is jelent egyben, tehát a táplálkozás biológiai értékes komponens tartalma sokkal magasabb, mint a hagyományosan szárított termékeké. Inkább azért a szőlőre fog emlékeztetni, maga ugye speciális a szerkezet, de szerintem nyugodtan megkóstolhatod. Szóval, nem szeretem a mazsolát, picit mazsola íze van, de az állaga egyáltalán nem olyan, úgyhogy ez nekem bejön. Megérkeztünk a következő állomásunkra, ahol itt vagyunk Anettal, aki mesélni fog nekünk arról, hogy hol vagyunk és mit is csinálunk. Szia, Szécsi Anett vagyok, és mestertanárként dolgozom itt a sörészetipari tanszéken. Korábban én is itt végeztem, biomérnök alapképzést végeztem el, valamint tovább tanultam szintén az egyetemen élelmiszermérnök, élelmiszer-biotechnológiai szakon. Uh-huh. És itt mit láthatunk mögöttünk? Itt jelenleg a tanszéken különböző kutatások zajlanak probiotikus funkcionális élelmiszerek előállítása céljából. Tulajdonképpen ezek a termékek probiotikumokat, tehát teljesen baktériumokat tartalmaznak, különböző gyümölcslevek, illetve szójaitalok, különböző növényi szubstrátumokon történik a fermentáció. Elsősorban azoknak a fogyasztóknak ajánljuk ezeket a termékeket, akik valamilyen oknál kifolyólag nem tudnak tejtermékeket fogyasztani, például tejfehérje allergiában vagy laktózintoleranciában szenvednek, foglalkozunk különböző alkoholos italok előállításával, például a sör, különböző fáradatok előállításával is. Szuper, nagyon szépen köszönöm, szívesen! Ugye nálunk a tanszék munkája az a, alapvetően a hús, a tejélek, tehát a tojás feldolgozás technológiájára koncentrál. Itt, amit a kolléganők csinálnak, ez egy kutatási munkának egy apró kis részfeladata. A gödöllői kollégák által nevelt csirkék húsából előállított virslisonka, illetve ilyen párolcsintemel filét láthatok itt. A tárolási kísérletet nézzünk ezeket, 5 héten keresztül tároljuk külső körülmények között ezeket a mintákat, és heti rendszerességgel nézzük a minőségi jellemzőknek a változását, így az objektív színezetét, ez az, amit éppen most a két VHD hallgató hölgy itten kivitelez és végeznek, és emellett mikrobiológiai méréseket végzünk szintén heti rendszerességgel, ami ugye a minőségi változását szintén jelzi a termékeknek. Ez egy olyan kutatási infrastruktúra, amikor arra vagyunk kíváncsiak, hogy különböző színek alatt mondjuk színkülönbségek hogy tűnnek el. Másrészt pedig ugyanazt a mintát betenni eltérő színek alatt milyen véleményeket generál. Tenderben fehér fény alatt vizsgálunk, és hogyha azt akarjuk, hogy tuti elmaszkolódjanak a különbségek, akkor nemzetközi szabvány szerint erős piros fény van mindegyikben. Ez például egy pörkölési sor. Tehát a különböző bécsi, francia, olasz pörkölési fokok. Ez még a szín megkülönböztető képességhez szokott. Ilyen 60 kilós zsákokba jön a kávé, és összeválogattak lehetőleg minél több hibát. Amikor gyakorlat van, ezt kiszórják az asztalra, és a diákoknak a megadott kategóriákba bele kell sorolni a hibát. Ezzel a készülékkel a mesterséges emésztés szimuláció követően a vékonyvél emészményben a fehérjékből keletkező peptideket tudjuk mérni, és ezeket feltérképezni a tömegük alapján. És ebből a tömegspektrometriás eljárásból kapott eredmények alapján próbáljuk megtudni, hogy
mekkora a hozzáférhetősége az elfogyasztott fehérjéknek, és milyen típusú peptidek azok, amik felszabadulnak az emésztés során. Ezek megemésztett tejföl, így néz ki a tejföl a vékony belünkbe, körülbelül ha csak tejföl tennénk. Kimértem az effort, és ezt a vékony bél stimuláns nedven kell feloldani. És ezt mindig aznap kell megcsinálni. És akkor ez egy ilyen sárgás. És ez mennyi ideig van itt bent egyébként? Először 2 percig, az a szárnyi szakasz, aztán 2 óráig, az a gyomor, és még 2 óráig a vékony bél. Akkor így összesen körülbelül 5 óra nettó ideje ennek a... És ennyi is lett volna ez a mai videó, mint ahogy már mondtam, én nagyon élveztem, remélem, hogy nektek is tetszett, és kicsit felkeltettem az érdeklődéseteket, főleg, hogyha bármelyik tanszéken gondolkoztatok esetleg, hogyha így lenne, akkor azt mindenképpen írjátok meg nekem a komment részlegbe. Ezen kívül a fontos információkat az infoboxban megtaláljátok lent, természetesen, mint mindig. Én még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma velem, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!